Ilyen még nem nagyon volt, hogy nem tudok beszélni. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Nagyon megható ez az ünnepelés. Négyszer öltöztem át, kicsit késre jöttem a 6 órához képest, hogy melyik ruha, melyik izé, melyik, hogyan. Klublegendánk Gyarmati Andrea ennyire izgatottan várta a születésnapi összejövetelét, amelyen családtagjai, barátai és egykori pályatársai is elhalmozták ajándékokkal. A Ferencvárosi Tornaklub kétszeres Európa-bajnok, VB harmadik, olimpiai ezüst és bronzérmes korábbi úszóklasszisa 70 éves lett. A tiszteletére rendezett ünnepségen többször is a könnyeit törölgetve mondott köszönetet. Nagyon boldog vagyok, és nagyon megható volt ez az egész ünnepség. Egy kicsit szorongtam ettől, hogy 70, de ennyi szeretetet kapok még 70 éves koromban, és azt gondolom, hogy van még dolgom. Érdekesség, hogy az ünnepséget a Csillaghegyi Árpád forráshürdő uszodájában tartották, amelyet 2 éve Székely Éváról, Gyarmati Andrea édesanyjáról neveztek el. Az ünnepelt a jeles eseményen egy fát is elültetett az uszoda udvarán. Ennél jobb helyet nem tudok elképzelni, az anyu elment 4 évvel ezelőtt, és ez egy kötődést jelent, és miután ez az uszoda róla van elnevezve, tehát nagyon jó érzés, hogy itt volt ez a születésnapi ünnepség most. Úszó legendánk 70 évesen is fiatalosan él, s kicsattan az erőtől. A családommal vagyok, a barátaimmal vagyok, néha megünnepeltetem a születésnapomat, egyébként sokat dolgozom és sokat olvasok, szeretek főzni. Kicsit aktívabban, mint azt hiszem ennyi időskorban, de adja jó Isten, hogy ez így is maradjon. És hogy mit jelent számára a Ferencvárosi Tornaklub? Hát mindent, a családomat, a vérem színét, amikor el kellett jönnünk a BVSC-ből, mindegy is, hogy miért. 69-ben, azt hiszem 69, igen, 69-ben, akkor azt kérdezték a szüleim, hogy melyik egyesületbe akarsz menni. És nem értettem a kérdést, hát hova máshova, mint a Fradiba. És akkor mondták, hogy hát esetleg, hogyha a Spartacus azok olyan az jó az úszoda. Nem, ti mehettek a Spartacusba, én a Fradiba megyek, és életem egyik legjobb döntése volt a Ferencváros. És hát most meg a Máté dolgozik a vízilabda szakosztály élén, úgyhogy a Fradival való kapcsolat volt, van, és biztosan, hogy lesz is az egész családoknak. Hogy Gyarmati Andrea születésnapi ünnepségén minden rendben menjen, abban szervezőként klubunk nagy szurkolójának, Várkonyi Attilának, azaz DJ Dominiknek elévülhetetlen érdemei voltak. Nagyon megtisztelő volt a felkérés, mert hogy azzal fordult hozzám, hogy ünnepeljünk együtt, és szeretné, ha én szervezném meg az ő buliát, és én ezt nagyon boldogan meg is tettem, és annyian mellénk álltak, annyi barát, ismerős, és szeretett klubunk a Ferencváros is, amiért nagy köszönet jár. Gyarmati Andrea 1989 óta praktizál háziorvosként, rengeteg gyermek köszönheti neki a gyógyulását, köztük DJ Dominik kislánya is. Mi már nagyon régóta ismerjük egymást, nagyon régen nagyon közeli barátok vagyunk, és az a barátság még mélyebb lett, mikor megszületett kislányunk Lilian Kinga, azóta ő a doktornénink is. Nagyon sokszor volt közös előadásunk, nagyon sokszor volt nálam a rádióban vendég, és a Fradi szív, ami összeköt bennünket. A Magyar Úszószövetség képviseletében Risztov Éva elnökségi tag köszöntötte Gyarmati Andreát. Az olimpiai bajnok korábbi úszó szerint Gyarmati Andrea személyiségével és életútjával példakép lehet mindenki számára. Sok interjút készítettek már velem, de volt egy óriási ajándék az életemben, hogy a Nőklapja egyszer csinált egy olyan címlapot, amikor 3 generációt hoztak egymás mellé, és Egerszegi Krisztina és Gyarmati Andrea között ülhettem, vagy álltunk egymás mellett, és akkor én még csak 14 éves voltam, tehát a példaképeim előtt voltam, vagy mellettük, és azt kell mondanom, hogy az a csodálatos ebben, és azért vagyok hálás, mert a civil életben is mi rendszeresen beszélünk, rengeteg tanácsot kapok tőle, hogy ha már ő valamit nem jól csinált, akkor te ezt ne csináld, vagy mi az, ami jó egyébként, úgyhogy én azt gondolom, hogy igazi példakép a magyar úszósportnak, meg a magyar sportnak. Én szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akiktől tanulhatok, és azt gondolom, hogy minden, ha csak az írásait olvassuk, érdemes egyébként megnézni azt, hogy miket ír és miket gondol, mert az is egyébként nap mint nap erőt ad, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak a sportban, de az életben is maradandót alkotott.